Csori Kupa lány egyéni harmadik helyezett, Sziklay Zita. Az első kiemeltől kaptál ki, te a negyedik kiemelt voltál, tehát gyakorlatilag az elődöntőbe itt teljesen a papírformát hoztátok. Nincs miért szomorkodnod, vagy mégis? Hát inkább csak az a része van, hogy ugye egy erős ellenféle játszottam, mert teniszírópon is nagyon erős ranglistája van. Én meg viszont lehetett volna talán annyi passzoros, hogy ha 100%-ot tudok mondani, akkor lehet, hogy még neki is nézem. Papírforma volt kitűzve, hogy a négybe muszáj bejutnod. Igen. És akkor ezt hoztad? Nehezen hoztad, vagy hogy érzed? Hát, milyen heted volt? Szerintem első két körben így meccsre-meccsre jobban játszottam. Tegnap azért nem volt olyan könnyű meccsem, de végül sikerült lehozni. Ez a mai nap meg hát így alakult, ahogy alakult. Párosba is még versenybe vagy, neked a páros az segít, vagy nehezíti a helyzetedet, szeretsz-e párosozni? Én igazából szeretek párosozni, mert ott igazából nagyon tét nincsen szinte soha, csak nyilván, hogyha egy teniszírópon vagy valami, így a pont azért könnyebb, hogyha előre tudjunk jutni, de mivel nem számít olyan sokat, de inkább én szeretem élvezni a páros, nem ráfeszülni. Az év végéig mi az, amit most kitűztél magadnak, és hogy közelébe jársz-e már? Gondolom, ranglistában biztos voltak célok. Mérföldkő, de az még messze van sajnos, de hát ki tudja, nem lehetetlen. Csak nehéz lesz.